Az FTC Telekom az észt bajnok Flora Tallinn ellen kezdte meg szereplését az UEFA női bajnokok ligája budapesti selejtezőjében. Most először adatott meg, hogy hazai környezetben tudjuk megrendezni ezt a selejtező minitornát. Tényleg nagyon sokat számít a hazai környezet. Ez a bajnokok ligája, itt bajnok csapatok mérkőznek meg egymással. Nem fognak lehetőségeket adni, mindenért meg kell keményen küzdeni. Ezt pedig olyannyira komolyan vették a sötétmezben futballozó ferencvárosi lányok, hogy alig fél perc után meg is szerezték a vezetést. Nagy Viktória nézett fel a jobb oldalon, majd remekül vette észre középen Jaden Edwardsot, aki higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába. A negyedik percben nem sok hiányzott hozzá, hogy megduplázza az előnyét a Ferencváros. Az egymásra váró vendégvédők között Nagy Vanessa szerzett labdát, aki aztán Ramet szorításában az oldalhálót találta el. A kihagyott helyzet pedig alaposan megbosszulta magát. Mindössze egy perccel később egy kiváló kiugratást követően Marilis Lilemi egyenlített. A folytatásban is bátran mentek előre a csapatok, itt éppen a 14. percben Nagy Vanessa kapott egy labdát Edwardstól, a fejes azonban, ha nem sokkal, de célt tévesztett. Ismét kevesebb, mint egy perc múlva jött a válasz, Tammika, a vendégek csapatkapitánya, csodálatosan vette észre a középen beinduló Ternt, aki szerencsére a jobb kapufa mellé löbbölt. A mérkőzés 20. percében büntetőhöz jutott a Ferencváros. A Flora Tallinn gólszerzője felvágta a Nagy Viktóriát a 16-oson belül, a koszovói játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Az ítélet végrehajtója Edwards volt. A jobblábas lövés a kapu jobb oldalába tartott, de Kapa kapus kiütötte a labdát. Semmit nem változott a játékképe ezt követően sem. Egyértelműen a Fradi volt aktívabb, de a vendégek helyzetei életveszélyesek voltak. A 41. percben Rosen csapta be Güldért, majd remekül gurított vissza. A tallini csapatkapitány löketét pedig Zágonyi Barbara fejelte ki, gyakorlatilag a gólvonalról. Az ismétlés pedig elkerülte a kaput. Az első félidő utolsó nagy lehetősége a Ferencváros előtt adódott. A 44. percben Edwards tette ki a labdát a jobb oldalra, majd Nagy Vanessa vette célba a jobb alsó sarkot, de a labda a kapufáról kifelé pattant. A szünetre tehát 1-1-es döntettennel vonultak a csapatok. Nagyon hullámzott, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, talán az első percben szereztük a gólt, viszont kicsit szétszórtak lettünk utána a hátul, és viszont hamar tudtak válaszolni erre. Hát utána pedig inkább mezőnybe folyt a játék, viszont az első fél időben nagyon sok helyzetet kidolgoztunk, amit nem sikerült gólra váltani. A fordulás után is Albert Flórián tanítványai voltak kezdeményezőbbek a harmadik kerületi TVS stadionjában. Az 57. percben Edwards szabadrugása után Leila McFarland fejelt, de ez a próbálkozás is a kapufán csattant. Ami késik, az viszont nem múlik. A 62. percben Ott Eszter dobta ki a labdát a jobb oldalra, McFarland tökéletes beadását pedig Jaden Edwards fejelte a kapuba. Újra előnybe került tehát a Fradi. Bő negyed órával a mérkőzés vége előtt nem sok hiányzott hozzá, hogy Edwards mester 3-ast szerezzen, ezzel pedig egyszer s mind lezárja az összecsapást, de hiába csapott-e nagyszerűen erre a labdára, a lövése végül kapu mellé gurult. A hajrára aztán megfogyatkoztak a hazaiak, egy bedobás után Nagy Vanessát egy vétlennek tűnő megmozdulás után kiállította a játékvezető, méghozzá durvaság miatt, majd a kispadon reklamáló Albert Flórián vezetőedző is piros lapot kapott. A mérkőzés utolsó helyzete a 92. percben a vendégek előtt adódott, de ez a lövés messze elkerült Milica Kostić kapuját. Így a Fradi 2-1-re nyert az észt Flora Tallinn ellen. Nagyon örülünk neki, hogy megnyertük a meccset, ez a legfontosabb. Most össze kell egy picit szednünk magunkat, mert hullajtottunk embereket, többek között a vezetőedzőnket is, és fontos játékosunkat. Úgyhogy ma este szerintem összeülünk és kitaláljuk a megfelelő taktikát, hogy az ukránokat meg tudjuk verni, és tovább lépjünk ebben a kis csoportban. Egy lépéssel közelebb kerültünk az álmainkhoz, de szombaton még egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Ma lehet ennek örülni, mert ez egy igazán különleges győzelem volt. Sok melót beletett a csapat.
Tényleg volt itt minden, piros lap, kiállítás, 11-es, kimaradt 11-es, kapufa, egy igazi parázs mérkőzés volt.